Szevasztok, srácok! Egy kedves feliratkozomtól kaptam ezt a 3 darab prospektust, amiket még én sem néztem meg. Annyit kell tudni róluk, hogy ezek eredeti ganzmávogos kiadások, és hát német nyelvűek, gyakorlatilag prospektusok az akkor megjelent ganzos járműtípusokról. Itt a nagy kedvenc, ugye van egy MD-s, van egy csörgős, és van egy ilyen Tunéziába exportált motorvonatos. Hát nézzük is meg szerintem őket. Itt vannak a járműnek az adatai, ugye? Motortípus a 12 VF-e 17/24-es. Ezeket most nem fogom itt felolvasgatni, de nyilván látjátok ezeket a dolgokat. És érdekes, hogy a gyári katalógusban itt van, hogy tehervonat vontatása is ugye alkalmas, tehát ugye az MD az azért különleges, mert nem csak mint motorkocsi úgy használható, hanem tényleges mozdonyként is. Zsírúj motor. Ugye konkrétan a motor adatait mutatja be. És hát ezen a fényképen látszik, hogy még az eredeti hidromechanikus hajtómű, itt pedig ugye a hajtásrendszernek a felépítés, hogy az MD-kben gyárilag hidromechanikus hajtóművek voltak, és ezeket ugye a 90-es években lecserélték tisztán hidraulikus hajtóművekre. Egyébként ez a motortípus nagyon bevált, a ganzos D1-es motorvonatokban is ilyen motortípus van, meg ugye Argentinában is voltak export motorvonatok, meg Brazíliában is azokban is hasonló motorokat raktak, illetve az uruguayi motorvonatban is. Itt a ganzos univerzális forgóvázis, ami egyébként szintén világhírű típus lett. És hát van egy ilyen kép a hátulján. Amit még észrevettem, hogy itt a tető szellőzője az MD-nek máshogy néz ki, mint a valóságban. Nem tudom, hogy gyárilag ilyen volt-e, és később kapott még egy szellőzőt oda, vagy sem. Ezt nem tudom, hogy ott érdekes, van egy M betű ott. Tehát ugye ez egy ilyen érdekes kép. Na nézzük a csörgősöt. Na, egész jó kis jellegrajz. Motortípus, hajtómű is ott van. És ezt így ki lehet szépen nyitni. És itt látható az egész. Á, hát ez nagyon pöpec. Így, meg ugye van ez. Ezt is megnézzük. Ugye ez az, amit Tunéziának gyártottak. És egyébként itt láthatjátok, azért ebben 8-hengeres pilsztik motor van, és ha ránéztek itt erre a részre, ez olyan, mint az MD. Simán. Meg még a vezető állást is, ha megnézitek, nagyon hasonló. Tehát ez ilyen csörgő MD keverék. Jó, mondjuk a csörgőben igen, 12 hengeres motor van, ebben meg 8-hengeres. Ilyen 8-hengeres motor volt a görög motorvonatokban is. Egyébként ugye a forgóváz az ismerős, láthatjátok, nagyon hasonlít az MD-nek a forgóvázára. Nem teljesen ugyanaz, de nagyon, nagyon hasonlít. Úgyhogy köszönöm szépen ezeket a dokumentumokat, nagyon tetszettek.